Hagyomány már, hogy öreg fiúk mérkőzést szerveznek a foci kedvelők a Vasas pályára, ezzel is összetartva azt a közösséget, akik régen a város színeiben fociztak. 2017-ben adták át a Városi Sportcentrumot, akkor a Ferencvárosi Tornaklub érkezett a hagymavárosiakhoz. Az akkori hangulatot szerették volna újra megteremteni a Honvéd együttesével. Egyébként többen is heti rendszerességgel játszanak kispályán, és örömmel gondolnak vissza a bajnoki mérkőzésekre. Nekem a legnagyobb élmény és siker egyben, amikor megnyertük az MB3-at, és felkerültünk ugye az MB2-be, 99-2000-es évben, ha jól emlékszem. Az egy nagy élmény volt. Akkor rengeteg néző volt, tehát jó, Lima, akkor is ugye Lima volt az edző, tehát jó kis csapatunk volt nagyon. A Makó keretét erősítette többek között Szebehelyi Károly, Botlik Róbert, Tamási László, Márki Ferenc, valamint Sümegi Balázs. Továbbá az 1991 és 1999 között végig az MB3-ban futballozó Bódi Attila is, aki legemlékezetesebb élményét osztotta meg televíziónkkal. Volt egy kecskeméti TE elleni bajnoki mérkőzésünk. Mint mondtam, azért a mi csapatunkban is akkor azért a 70-80% MB2, MB1-et megjárt játékosok voltak, de amikor megjelent a KT, akkor egy kicsit úgy meglepődtünk, mert hát sokszoros válogatott Dajka Lacival, illetve az akkor még nem igazán ismert Zorán Kunticsal jöttek el. 2-0-ra vezettek szerintem 10 perc után. És a végén 3-2-re nyertünk, ami azt hiszem, hogy az egyik legnagyobb élmény volt a pályafutásom során is, de azt hiszem, hogy a publikumnak is, tehát a makóiaknak is. Az ellenfél, a Kispest Honvéd SC öreg fiúk csapatában pedig olyan nevek is szerepeltek, mint az 56-szoros magyar válogatott Kovács Kálmán, aki tagja volt az 1986-os mexikói világbajnokságon résztvevő csapatnak is. Mindig azt kérdezik, hogy lehetett volna benne több, biztos lehetett volna, voltak komolyabb karrierek is nálam, nekem ez jutott, és én ennek örülök. Én azt gondolom, hogy azt csinálhattam, amit szeretek, és ennél többet az ember nem tud elérni. Én 15-16 évig voltam úgynevezett profi, vagy abból a labdarúgásból éltem, és abból élhettem, amit a legjobban szerettem. Ez egy nagyon jó dolog, és én erre büszke vagyok. Néhányuk még ma is aktív szereplője a labdarúgásnak, köztük a külföldi pályafutással is büszkelkedő Bárányos Zsolt. A válogatottban 26 évesen mutatkozott be, utoljára 2005. októberében Horvátország ellen kapott lehetőséget. Mi azért Honvéd öregfiúkban együtt játszunk, itt most azért pár idősebb van, mint a Kálmán is, ő most csatlakozott hozzánk, ő nem játszik az öregfiúkban, de amúgy mi mindegy 3-4-en együtt játszunk még az öregfiúkban, és akkor akit közelben lakik, azt szoktuk hívni itt a régi játékosok közé, és akkor így együtt játszunk. Egy magyar játékosnak ez mindig nagyon jó érzés, hogy címeres mez felhúz. Annál már csak az a jobb, hogyha nagyon szép sikereket el tud érni, és minél többször válogatott. A barátságos mérkőzésen igaz, csak makói gólok születtek, 4-0-ra nyertek a marospartiak, minden játékost vastaps kísért le a pályáról.